Sziasztok! Jelenleg itt vagyunk Budapesten a Citadella tetején, és ebben a videóban térkép nélkül kell hazaérnünk Székelyudvarhelyre, ami körülbelül 700 kilométerre van. Egyetlen segítségünk csak az autónk lesz. Na de van egy hatalmas probléma. Se én, se István nem járunk gyakran Pestre, mivel amint tudjátok, messziről egy kis erdélyi városból származunk. De ha jövünk is mindig térképet használunk, szóval azt se fogjuk tudni, hogy merre megyünk, azt se tudjuk majd, hogy hol alszunk, azt se, hogy mibe keveredünk, vagy hogy egyáltalán hazajutunk-e. Az egyetlen dolog, amit tudtunk, az, hogy a pesti oldalra át kéne menni. Miért kell gamatkodni a videómban? Most már elég legyen, nem otthon vagy, ez itt az én verdám, itt kultúrált emberek szoktak beülni az autóba. Aha. Na akkor el is indultunk, és amint mondtam, semmilyen térképet nem használtunk, se Google Maps-et, se hagyományos térképet, se telefont, se semmi. Megyünk! Azt kikötünk ott, ahol nem kéne, aztán remélem nem késelnek majd. Pestből ki kell jutni keletre, mindenképp keletre kell menni, de... Ki kérdezte? Így van, senki se kérdezte, hogy mit tudok és mit nem, jelenleg itt vagyunk Pest belvárosában, egy hatalmas dugóban. Körülbelül fél órán át araszolgattunk, de se egy táblát, se egy semmit nem láttunk, hogy egyáltalán merre tudjunk elindulni. Mit csinál? Azt ezt lecsevégre vetted? Aha. Hát nekem zöld volt, az átjáron az űrgel akart ütetni. Haló? Mindjárt két órája kovágunk Pesten. Nem tudunk kitalálni a városból. Nem indultatok haza? Igen, indultunk haza, csak nem használtunk GPS-t. Nem, ez a lényeg, hogy halám is ők. Az, aki gyakran vezet Pest környéken, vagy Pestről, vagy tudom is én, az most röhöghet a videón, hogy ez a hülye gyerek, az még városból se tud kitalálni. És hát, hogy annyi kipattant az emlékezetemből, hogy Debrecen például tuti keletebbre van, mint Pest. Ja, ne haragudj, merre tudok Debrecen fele menni? Kimentek, balra fordultok. Lesz távla, mert egy ideje nem találunk semmit. Itt most balra. Köszi szépen. Látsz a temetőt? Mentünk körülbelül 1 kilométert előre, mire megláttuk a temetőt, csak ezt elfelejtettük felvenni. A lényeg, hogy volt egy tábla, hogy jobbra az M3, M0-as, M2-es és 11-es út van. Az emberünk azt mondta, erre van Debrecen, úgyhogy mi fel is álltunk az autópályára, és hát csak mentünk és mentünk a láthatatlanba, mire egy jó pár kilométer után végre ott volt a táblán, hogy Debrecen. Szóval a kövik küldetés, el kell érni ezt a várost. Csak hát jött a következő probléma. Fogytán volt az üzemanyag, na meg rohadt éhes a volt. Megtudunk 6 kiflit, 3 burger, 2 szendvicset. Érzem, rendesen rosszul vagyok. Jöhet a benya. Szlopálja, de ez az. Mi ez a szél? Na de miután megvolt az üzemanyag töltés, vettünk még 2 doboz chipset, ugyanis ezt a videót közösen a Pringles-el csináljuk. Mindenki imádja és szereti a Pringles, én nagyon régóta szeretem, pizzásra se kóstoltam, úgyhogy most ízteszt következik. Egyből az oregano jutott eszembe róla. Nagyon. Ezekkel ki fogjuk húzni utazásunkat, ugyanis ha eltévedünk, legalább lesz mit megenni. Őszintén örülök, hogy egy prémium márkájú nasi társult most hozzánk, hiszen az ünnepi időszakban a snackkelést én sem sajnálom magamtól. Szerintem ez egy tökéletes nasi filmezéshez, gémeléshez, családi vagy baráti összejövetelekhez, és amit látjátok, most nálunk is nagyon kapóra fog jönni az utazás. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a Pringlesnek, hogy támogatta ezt a videót. Na akkor azután bezabáltunk, és az autó is fullba meg volt etetve, mint látjátok. Innen már egy kicsit jobb kedvünk volt, mert legalább haladtunk valamerre. Na de kellett elszóljon magam, ugyebár. Ezt sajnos nem vettük fel, mert nagyon hirtelen történt. Jaj. Kitakarta egy kukás autó a táblát, és rossz irányba jöttünk. És Debrecen a hátunk mögött van, úgyhogy Romániából jöttünk nekünk szabad ilyen. Na mindegy, megfordultunk, de szerencsére rossz irányba nem mentünk annyira sokat, szóval nem kellett olyan sok idő, és... Debrecen! Megtaláltuk! Debrecen! Aztán megijedtem, Megérkeztünk Debrecenbe. Nyilván a küldetésünk az, hogy tovább haladjunk, de azelőtt kitaláltam egy nagy marhaságot. Jó napot kívánok, elnézést! Nem tetszik tudni, hogy a DVR irodáját hol találjuk? Nem tetszik tudni, hogy hol találjuk a DVR irodáját? Nem tudod véletlenül a DVR irodáját hol találjuk? Nem nagyon. Adok egy 10-est. Akkor se tudjuk sajnos. Mivel kicsit sürget az időnk. Mit dobtál ide? Nem fogjuk felkutatni a VR. Megyünk és megkeresünk legalább a román határt. Milyen határt? Olyan nem is létezik. De vicces ez az István. Legalább annyira vicces, mint a nézők fele, akik nincsenek feliratkozva. Szóval nyomd be a feliratkozást és talán akkor komolyan lehet titeket is venni, nem úgy, mint István. Remélhetőleg nem tévedünk el, bár Debrecenhez a fingom sincs. Szerintem egyszer voltam életemben. Na, kellett emlegetni az eltévedést, ugyanis próbáltuk figyelni a táblákra, de igazából fogalmunk sincs, hogy merre kellett már indulni, mert Debrecen után nem tudtam, hogy milyen falut vagy milyen város kell keresni, közel van a határhoz. Jobbra, balra, előre, hátra. Milyen érzés, azt se tudni, hogy merre megy. Amúgy nem jó, esküszöm. Unkomfortot érzek, nem tudom, hogy merre kéne menni, és hol vagyok. Szóval valakinek egyenlőbb éjszak áll. Jó napot, meg tetszik mondani, hogy Románia fele merre kell menni? Jó, visszafele. Megfordultok, és itt lesz a templom. Igen? Lesz egy benzinkút, és a következő nagy kereszteződésnél balra. Köszönjük, köszönjük. Nem lehúz az ablakot, kinyissa.
az ajtót. Kedves bácsú. Látod, tisztára rossz irányba indultunk el. Nos, mi követtük a bácsi utasításait, egy utcába valahogy megfordultam, megtaláltuk azt a bizonyos templomot, utána egy benzinkutat is, aztán megtaláltuk a nagy kereszteződést, ahol balra fordultunk, de a táblán semmilyen ró vagy semmilyen határfejat nem. Atya úristen, most kezdtem megbánni ezt a videót. Ha miért? Elfáradok abba, hogy nem tudom hol vagyok, és nem aludtam ki magam. Sziasztok, ne ragudjatok, Románia felem, hol tudok menni? Ez nagyon jó irányba még. Igen, jó irányba. A határnál milyen település kéne keresek szerintetek? Nyírbárány? Nyírábrány. Köszi szépen, köszi. Nem tudjuk eldönteni, hogy nyírbárányt látunk, vagy nyírábrányt. Elnézést, aki ott lakik. De arra fele vettük az irányt. Megyünk Romüniába ma. Hova? És mit? Hogy? Megyünk hazafele Erdélybe, na, így szent. Ja, jó, jobban hangzott. Na igen, csak az a két mamlasz nem tudta valójában még, hogy mekkora mamlasz. Csak azért, mert pár kilométer múlva volt egy tábla, hogy nyírábrány balra, na, mibe is kanyarodtunk balra, de a határ átkelő valójában csak előre egyenesen lett volna, és be se kellett volna menjünk ebbe a településbe. Nem tudom miért, de valamiért éreztem, hogy nem kellett volna bekanyarodni. Sziasztok, ne haragudjatok, a román határt merre találom? A vasfonalon, a másfele. De visszafele? Igen. És onnan kimegyek balra? Igen. Jó, köszi szépen akkor. Ne nézz az élet térkép nélkül, azt jegyezzétek meg. Ne, itt is van, határ átkelő hely. What the fuck? Hát ismét egy kanyaron múlt, hogy majdnem eltévedtünk, de a lényeg, hogy itt voltunk a határnál. Amint átadtam az aktáimat, egyből azt mondták, nyissam ki a csomagteret. Nagyon ritkán járok így, hogy az autót is le akarják ellenőrizni, de biztos Istvánnak a gangster feje miatt volt. Hát nézzétek át, nem úgy néz ki, mint egy embercsempész vagy valami ilyesmi. Hú, innen még jó pár száz kilométer. Annyit tudok, hogy vagy Nagyváradot keressük, vagy Nagykárolyt. Ezt a két város ismerem itt közelbe, körülbelül, de nem tudom melyik irányban, hogy táblák. Ilyen táblák után kell tájékozódni. Majd dolgot csináltam. Tudod mi volt az? Kamerázás. Alul fizetett kamerázás. Innen már több mint 270 kilométert levezettem, és amint mondtam, csak Nagyváradról vagy Károlyról volt valami halványilag gőzöm. Ideális szempontból délfele kellett volna menjünk, de aztán ennek ellenére egy körforgalom után Nagykároly fele vettük az irányt, fogalmam sincs, hogy miért, de mentünk. Az van, hogy túl sok Szatmár táblát kezdtünk látni, és egyszerűen Nagy Károly táblát egyáltalán, pedig arrafele kéne menjünk talán. Minaszára? Borbiszoro, minaszára magyarul? Magyarul. Merre találk Nagy Károly? Nagy Károly, az első falu. Mentek egy darabig, forduljatok meg, és 12 km Nagy Károly. Köszönjük szépen. Na igen, innen már nem kellett sok időn, megérkeztünk Nagy Károlyba, és itt már teljesen rám sütétedett. Micsa véletlen, megnéztem a telóm, és Drümi válaszolt az egyik sztorinkba, hogy ha Károlyba betévedünk, akkor fussunk már össze. Amúgy fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. Itt van egy szakadt kert, az neked mond valamit? Várjál, amúgy meg lehet messengeren küldeni helyzetet. De nem használtam a térképet. Fucker. Ja, vágom a challenge-et amúgy. Én most megyek, ugyani, fogd meg a kamerát. Jaj, le se tagadhatnád, hogy honnan jöttél. Most miért veszünk? Vegyem elé neked, azt akarod fejezni? Pizzerie! Hol írja pizzerie? Pizzerie! Állj meg! Jó. Most! Azt arod, halok meg. Halok meg! Sok vezetés, rengeteg vezetés. Nem látod, hogy szenvedek? Próbálom meg visszatartani a húgyimat, hogy ne húgyjak ide a kocsitba. Akkor menjünk, húgy! Ennél a pontnál több mint 300 kilométert vezettem, ami papíron nem is olyan sok, de szerintem azért fáradtam le leginkább, mert ugye folyamatosan nem tudtam, hogy pontosan hol vagyunk és hogy jó irányba haladunk-e. Lényeg, hogy mielőtt Drümiékkel találkozunk, nagyon éhesek voltunk, szóval bedobtunk valami random kaját. Agye. Ott a tiéd, azt esküszöm, full minusz vagy ebben a videóban. Hopp, közben beszpannoltam, nem tudom hányan ismernek téged. Senki. Szerinted mennyit kéne még haladni ahhoz, hogy ne dőljek ki, de egy kényelmeset is aludjak valamelyik városban? Ezt egy lapra le tudod írni nekem, hogy folytassam legalább? Nem is tudok írni. Hát milyen iskolát végeztél? Semmi. Hogy kell írni az Y-t, úgy meg ott van. Jó, ez eddig meg. Utána kell mennie, neked az lesz, hogy tasnád. Bakker, még elég jól írok, hagyjad már. Várjál, mert koncentrálod. Onnantól meg mentek a nagy helyre, a Zilaj. Ez miattak? Megpróbáltuk Driminek a segítségeit dekódolni, hát a gyönyörű írásán látszik, szóval a C az elmetek Kolozsvár lenne, és... Minden egyes vágóképen ezt csináltad ma. Amúgy is ezt tervezem. Összesen. Köszönöm szépen, István, mehetünk. Adjad ide. Adios, muchachos. Na kérlek szépen, Drimi még annyit segít, hogy kivezet a városból. Mert halványilag fingom, hogy merre kéne elindulni. Már kezdett nagyon későre járni, és azon gondolkoztunk, hogy hol szálljunk meg, de a következő célpontot Kolozsvárnak gondoltuk, ami több mint 170 kilométerre van még, és jelzem, nincs autópálya. Innen is köszi még egyszer Drimi ezt a fantasztikus segítséget, amit írtál nekünk. Nézzünk, legyetek olyan kedvesek, és smash-eljétek szét a feliratkozás gombot. Na most merre? Már ott a táblasz, mert hogy el vagy dugva, puszki. Jó, puszki. Szerencsére Kolozsvár elég nagy város volt, hogy legyenek táblák, csak folyton kellett figyelni őket. Igazából nagy probléma az, hogy a kilométerek után én elég elkezdtem fáradni, úgyhogy a benzinkútnál megálltam, amikor Istvánra nem tudom, rájött az 5 perc.
tarolat, te hülye vagy! Vagy a kocsi kulcsot dugnám, de hogyha a fáradtságtól ilyen szintekre kerül az ember, én nem tudom, hogy ezután mi lesz. Bárki, aki közületek vezet, soha ne vezessen fáradton. Nagyon felelőtlen. Fáradton? Van ilyen szó, hogy fáradton? Na mindegy, ezután nyomtuk tovább a kilométereket, elértük Zilajt, majd aztán Nagydehezen Kolozsvárt is, ahol ismét keringtünk jobbra-balra a városba, hát ha meglátunk valami hotel vagy panzió feliratot. 4 csillagos! Grand Hotel! Sok money! 4 csillagos szállja! Csak aludni akarok. Wow. Na, 454-be került. Holnap találkozunk. Jó éjszakát. Na jó reggelt, itt vagyunk a Kolozsvárban. Itt az ide útnak indulni. Ki kell jutni Kolozsvárból, Vásárhely fele, de nem tudom merre kell indulni, szóval a táblák alapján kell tájékozunk, még mindig GPS-t szoktam használni itt, és most nem vagyunk elég közel. Azzal kezdtük a napot, hogy begyúrtunk egy reggelit, majd amit mondtam, ki kell jutni a városból Vásárhely fele, de hát amit látjátok, ez egy óriási beton dzsungel, és nem nagyon ismerem, úgyhogy a bevált módszert alkalmaztuk. Na zivám, ez kozac, nostice spre turbomures unde trebuie să mergem. Pe turbomure? Da. În partea asta. Deci stânga. În dreapta și pe urmă mergem pe stânga. Okay. Mulțumim. Egy irányt mondod, de ez nem tudom, elég. Azt mondta arra, nem? Igen. Tényleg amúgy most milyen érdekes lehet a nézőknek hallani engem románul beszélni. Mivel itt élek Romániában, azért illene tudni a nyelvet, és hasznos tudni a nyelvet, ezért. Így van. Előbb-utóbb te is megtanulod, mert muszáj, látod, muszáj. Hát igen, ugyanaz az érzés fogott te, mint tegnap Debrecenben, hogy megyünk, aztán, hogy hova kötünk ki, azt még nem tudjuk. Találtunk egy táblát, ami rajta volt Nagyvárad, Szatmár és Zilaj, de földrajzilag mind a három város igazából visszafele volt. Arrafele mentünk ki a városba, mert a bácsi mondta, és hát csak reménykedtünk, hogy ez a helyes út Vásárhely felé, ami körülbelül még 100 kilométerre van innen. De közben megláttam ezt a szimpatikus bácsit, aki árult valamit. Látta? Látok itt valami termékeket, és gondoltam megtámogatok egy bácsit. Mit kosztol eddig ezt? Lassult óvés fosát. 180 lejárult a darabját ennek a nem is tudom minek hívja, minek viszkis üveg, vagy mi ez? Na mindegy, választottam valami olcsóbbat, igazából csak segíteni akartam ezen a bácsin. Az összes készpénzem odaadtam 70 lej, 4 pohárért, 4 darabért. Tudod, ezt a 70-ét költhetted volna? Rámos. Nem érte meg megvenni ezeket a poharakat, csak jön a karácsony, meg minden, ő is legyen kicsi pénze, érte. Egyébként, aki még nem járt így Erdélyben, meg Romániában. Bohémiai kristályból van. Elég gyakori, hogy az útszélén árulnak mindenfélét, de legtöbbször kaját szoktak árulni, gombát, málnyát, meg ilyenek. Most poharat árult. Egy olyan 50 km után végre észrevettük az első Türgumures, azaz Vásárhely táblát. Amint látjátok, itt egy hármas elágazás van, és a középsőn kellene feltérni nekünk az autópályára. De hát ez történt. Középre kellett volna menni, egy felhajtót azt hiszem elrontottunk, mert a Türgumures középen. Ott kéne menjünk. Ilyenkor is a hülyeség jár az agyadban, amikor most vagyunk az eltéledés szélén. Nézzetek, milyen szép ez a csoport. Értek? Hát igen, én próbáltam higgadt maradni és megoldást keresni a problémára, de eközben István még mindig csak a hülyeség járt a fejében. Szerencsére körülbelül csak 20 km kellett menjünk, ahol volt egy lehetőség letérni, majd visszafordulni, úgyhogy újra trekkel voltunk utána. És szépen lassan megérkeztünk Vásárhely szélére, ahol hát esküszöm, ez a látvány ledöbbentett engem. Most nem akarom én itt lehangolni a videót meg minden, de azért ez nem semmi. Már csak annyi gond volt, hogy elnéztem a terelőutat, ezért bekerültünk a városba, és hát a dugóba természetesen, úgyhogy egy csomó araszolgatás után valahogy kijutottunk a városból, és innen már csak 100 kilométerre volt Székelyudvarhely. Már 99%-ban biztos vagyok, hogy merre kell menni, már nagyon közel vagyunk, szóval elméletileg nem lesz gond. Én szarni akarok. Ezt az utolsó 100 kilométert már többször is levezettem, szóval eltévedni nem tudtunk, el is értük Szobátát, és utána természetesen elértük Székelyudvarhelyt is épségben, az autónak se lett kutyabaja, végkibírta, úgyhogy nagyon örültünk. Itt van a tábla, amit keresünk. Ott van a tábla! Yeah. Teljesen térkép nélkül több mint 24 órába telt. Itt vagyunk! Itt a térképen most látjátok kékkel az ideális utat, ami a Google Maps szerint van. Kilométerben nincsen óriási különbség, csak annyi, hogy a kék úton szinte végig autópálya lenne, és ahol mi jöttünk, hát gyakorlatilag Nagykára után csak egy ilyen 30 kilométeres szakasz van, és a többi a szerpentin kanyarok meg minden. István fején megjelent egy új videó, ezt is ha szeretnétek, akkor nézzétek meg a YouTube-ba, úgy gondolja, hogy tetszett nektek. Mi lehet, hozzatok fel, következő videóban találkozunk!